Folyamatos a harmadik körös oltások beadása a megye szociális intézményeiben. A harmadik vakcinázás augusztus 1-ével kezdődött meg Bács-Kiskun megyében. A mai napon a Kecskeméti Margaréta otthonban kaptak oltást az idősek. A következő időszakban a megyében mindenkit beszeretnének oltani, aki jelentkezett. Az intézmény vezetése és az itt dolgozók hál' Istennek megszervezték, hogy a lehető leggyorsabban, legkorábban az oltást beadhassa az intézményi orvos a jelentkező bent lakóknak. Az intézmény házi orvosa, dr. Cipot Gabriella Pfizer és Sinopharm vakcinákat adott be több mint 51 idősnek. Jelenleg ők azok, akik igényelték a harmadik vakcinát, és már elmúlt több mint 4 hónapja annak, hogy megkapták volna a második oltásukat. Itt ebben az intézményben több mint 50 főt fognak ma beoltani, de ezen a héten a megyei intézményekben, a megyei otthonokban több mint 620 főt fognak beoltani. Ez egy jelentős szám. Azt tervezzük, hogy ebben a hónapban mindenhol el kell végezni a jelentkezők oltását. Kovács Ernő kormány megbízott elmondta, a házi orvosok és az intézményi orvosok munkája nélkül a kórházak, az oltópontok nem tudnák ellátni a feladataikat, tehát az ilyen típusú oltás megszervezés nagyon nagy terhet tud levenni az egészségügy válláról.